Edina! Már megint felugrottál az asztalra, és feldöntötted a sakkfigurákat. Jól tudhatnád, hogy apa ebéd előtt játszik a nővéremmel. Na, nem baj. Mindjárt rendbe rakom őket. Hé, kis cicám! Miért nézegeted magad a tükörben? Ugye, azt hiszed, egy másik kis cica áll szemben veled. Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött. Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Az asztalt, a rendbe rakott sakkfigurákat, körülötte a székeket, a polcokat, természetesen mindent fordítva. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött. Nyáu! Gyere, átbújunk rajta. Dina, csak nem te szóltál hozzám. Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül. Még sohasem hallottalak beszélni. Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott. Nyáu! Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad, megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán. Kezdődnek a csodák! Most ne álmodozz! Induljunk! A tül puha és átlátszó. Könnyen átjuthatunk. Igen! Átjutottunk! Igen! Átjutottunk! Utánam! Fussunk! Hé! Ne olyan sebesen! Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk. Nyáu! Egészen más minden, mint a mi kertünkben. Ez bizonyára a sakkország. Az asztal pedig egy hatalmas sakktábla. Oda néz, ott állnak. Kicsodák? Senkit se látok. A fekete sakkirály és a fekete sakkirálynő. Élnek. Mozognak. Fel akarnak mászni az asztalra. Gyermekhangokat hallok. Képzelőd. Fel kell jutnunk az asztalra. Fel akarnak mászni, de folyton visszaesnek. Feltegyem őket? Miért ne? Odavalók. Mintha a szél röpített volna fel bennünket. Olyan hamar feljutottunk. Gyönyörű vers jutott az eszembe. Feljegyzem. Nem tudom elolvasni. Vajon mit írhat? Mert fordítva látod, tükörírás. Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop. Nyáu, kár volt a fáradtságért. Ennek a versnek semmi értelme. Talán sakkvers. A nővérem ugyan azt állítja, hogy a sakk a leglogikusabb játék. De ez a vers teljesen értelmetlen. Nyáu, menjünk tovább. Kár itt töltenünk az időt. Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükrön. Nézd csak, Rózsa! Micsoda furcsa virág nőtt ki hirtelen a földből. Valóban az. Mellette meg egy bolyhos bokor mozog. Dina, oda nézd, milyen szép virágok! Rózsa, liliom, árvácska. Nyáu! Sokat tudhatnak a sakkbirodalomról. Gyere, menjünk közelebb. Így közelről még szebbek. Milyen kár, hogy nem tudnak beszélni. Miért gondolod, hogy nem tudunk beszélni? Még sohasem beszélgettem virágokkal. Ha valaki érdemes rá, beszélgetünk vele. Köszönöm, kedves Rózsa. Szeretném tudni, micsoda virág vagy te? Liliom, szavamra mondom, különös virág. Bolyhok vannak a tetején. Először is nem vagyok virág. Másodszor azok nem bolyhok, hanem a hajam. Úgy találom, nem közénk való. Én is így vélem. A hangja sem olyan, mint a miénk. Kissé magas a szára. Habár, ha jól látom, egyre kisebb lesz. Alice, tényleg, mint a zsugorodnánk. Nem tesz semmit. Legalább nem félnek tőlünk. Susognak, pedig nem nézem őket fának. Nem helyes viselkedés? Pedig a viselkedés az igen fontos. Igen. A színei nem kellemetlenek. A bolyhokat a fején azonban nem kedvelem. Szirmokat sem látok.
Szírom nélkül a virág nem virág. Ugyan. Fára emlékeztet. Két ág állt ki a törzséből. Elég. Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék. Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol. Ilyen vagyok, és erről nem tehetek. Ha fa vagy, miért nem suttogtatod a leveleidet? Én is szeretem, ha a fák suttognak. Ne szólj közbe, árvácska. Ha még azt sem tudjuk, vannak-e levelei. Nagyon kedves a hangod. Olyan kedves, mintha fa lennél, és suttogtatnád a leveleidet. Csend, árvácska. Alig látszol ki a földből, így neked hallgas a neved. Nyáu. És még ő mondja, hogy kedveli a helyes viselkedést. Ó, én árva lélek. Nem szeretik, ha beszélek. Ne búsulj, árvácska. Én igen szépnek találok. Ha még egyszer megbántjátok őt, letéplek benneteket. Fenyeget bennünket. Engem még letépni sem érdemes. Igen, rövidek a lábaim. Ne félj, őket sem tépem le. Csak egy kicsit megijesztettem mindkettőt. Tulajdonképpen még sohasem hallottam virágokat beszélni. Mi azért tudunk beszélni, mert varázsföldbe ültettek bennünket. Hajolj le, és tapogasd meg a talajt. Puha és bársonyos. Igen, csodálatosan puha és bársonyos. Ne magyarázgass neki, árvácska, ostoba jószág. Hallod, Alice? Ostobának nevez. Ne tétovázz, tépd le! Ohó, elfelejtetted, kis gombóc, hogy töviseim vannak. Nem bántalak, ne félj. Gyere, Dina, induljunk tovább. Kihúzta a gyökereit a talajból. Ez különös. Tud menni, és az a kis gömbölc is vele megy. Ó, nagyon sajnálom. Olyan kedvesen beszélt velem. Nagyon sajnálom. Nagyon. Az árvácska volt a legkedvesebb. Nyáu. Mégsem áldogálhattunk ott egész délelőtt. Nézd, ott jön a sok királynő. Mintha megnőtt volna. Már nem tudnám felemelni az asztalra. Mi zsugorodtunk össze. Aprók lettünk, mint a sakkfigurák. Talán mert megérintettük a virágokat. Majd csak megnövünk, mire hazaérünk. Remélem. Kislány, hogy kerültél az országunkba? Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirályt? Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal. Igen, a nővérem is mindig ezt mondja. A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide? Hát, az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz. Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem ebédre. Ne dadogj, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek. Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról? A kertünk valójában óriási sakktábla. Felmehetünk a domboldalra? Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy. A domboldal tulajdonképpen völgy? Hozzá tartozik ez a neveletlen macska. Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn. Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak. A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk. Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakjáték szabályait? Igen, a gyalog az egyenesen lép, a futár... A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos. A nővérem is ezt mondja. Indulás! Utánam! Jó, ne olyan sebesen! Álljunk már meg! Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges! Egy, kettő, három! Utánam! Eltűnt. Szerencsédre! Egy helyben futottatok! Ezt én helyben futásnak nevezem. Különben is kinevez egy gyalognak. Akkor itt kell maradnunk, amíg vissza nem jön? Dehogy maradunk. Oh!
Megérkezett a sakkbirodalom kisvonata. Beszállunk. Én inkább itt maradok és szundikálok. Jó mulatást! Bocsánat, szabad ez a hely? Ha leülsz, foglalt lesz. Leesett a szemüvegem. Nagyon becsaptad az ajtót. Bocsánat, nyitva van az ablak és a húzat csapta be. Emelted. Szívesen, ha bár elég udvariatlan vagy. Mindig leesik a szemüvege, ha utazik. Még sohasem utaztam fejkendős szemüveges kecskével. Szebbeket álmodom, ha szemüveget viselek. Bocsánat, kedves kecskeanyó. Olyan ismerős a hangod. Mi? A sakkirálynő hangjára emlékeztem. Mi? Talán te vagy a sakkirálynő álruhában. Nem szeretem a rejtvényeket. Elaludt. Bocsánat, uram. Arra szeretném figyelmeztetni, hogy papírcsákot felejtett a fején. Én mindig csákóban utazom, így elegánsabb. Elhiszem, kérem. A csákója azonban újságpapírból van. Aha. Bizonyára a kisfiája. A jegyet kérem. Bocsánat, uram. Észrevette, hogy a kalauznak lófeje van? A jegyedet kérem. Hol a jegyed, kislány? Nincs jegyem, kérem. Miért nem váltottál? Nem volt pénztár. Miért nem váltottál a mozdonyvezetőnél? Mozdonyvezetők nem árulnak jegyet. És hova utazol? Valójában nem is tudom. Hallatlan. Azt sem tudja, hova utazni. És nincs jegye. Talán még az ABC-t sem ismeri. Igen, is ismerem. Én vagyok a legjobb olvasó az osztályban. Mozdod, gyere! Akkor én leszállok. További jó utat! Meg lesz. Hát ezt megúsztam. Ilyen különös vonatban sem utaztam még életemben. Kár, hogy Dina nem volt velem. Szerencse, hogy leszálltál, kislány. Nagy baj származhatott volna abból, hogy nincs jegyed. Tudom. Az Erdély úthoz nem kell jegy. Gyere, ez az út hűvös és kellemes. Szívesen veled megyek, nagyon kedves a hangod. Hasonlít az árvácska hangjához. Pedig nem vagyok árvácska. Őzike a nevem. A te nevedet még nem tudom, hogy hívnak? Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön, Alice volt a nevem. A virágok fának neveztek. A sok királynő meg kinevezett gyalognak. Így most gyalog vagy? Igen, és csak egyenesen járhatok. Ez a szabály. Az Erdélyi út egyenes. Így nyugodtan velem jöhetsz. Hallod, Őzike? Az erdőszéli ikrek összevesztek. Miért veszekszenek? Szeretnek veszekedni. Pedig egymás nélkül nem is tudnának élni. Egy kereplő. Majdnem a fejemre esett. Az ikreké. Félek tőlük. Kiszámíthatatlanok. Lám, a kereplő majdnem megsebesített. Szerencsére még idejében elkaptam. Ott laknak, abban a két kis házban. Ők a sakváros őrei. De más sem csinálnak, csak veszekszenek. Nézd! A két házikó egybeolvadt. Egy ház lett belőlük. Mozgóházak. Ha az ikrek veszekszenek, ilyettükben egymáshoz húzódnak. Minden jót, Őzike. Oda megyek, megmondom nekik, hogy a veszekedés a legcsúnyább dolog a világon. A kereplőt meg addig nem adom vissza, amíg bocsánatot nem kérnek. Jársz szerencsével! Minden jót, kislány! Ennyi volt! Nézd! Egy kislány! Csak ugyan! Jó napot, hogy vagytok? Nem szeretjük a bámészkodókat. Nyilván azt hiszi, hogy mi a szigurák vagyunk. Ikrek vagyunk. Twidlidi? Twidlidám. Téged hogy hívnak? Alice a nevem. Ha szabadna érdeklődnöm, miért veszekedtetek? Ha valóban érdekel, elmondhatjuk. Majd ketten mondjuk, így jobban megérted. Egy, két, há, négy. Twidlidi? Twidlidám. Civakodni kezdtek. Úgy érezték mind a ketten, hogy valamin összevesztek. Arra szállt egy nagy varjú, fekete a szárnya. Ilyettükben elfeledték mind a ketten, hogy az imént dirre-durra nagy hangon valamin összevesztek. Nagyszerű. Így hát szent a béke. Elloptad te. Elloptad te. De figyelj, elloptad te. Az imény még itt volt. Elhajtottad. Miért nem jöttek előről? Eszembe jutott, miért vesztünk össze. Nekem is.
Ellopta a kereplőmet. Az az enyém volt. Hogy a tiéd volt, az enyém volt. Csend legyen. A kereplőtök a zsebemben van. Elhajítottátok, és majdnem a fejemre esett. Kérjetek bocsánatot, mert majdnem betörtétek a fejemet. Bocsánatot kérünk. Kislány, szereted a költeményeket? Igen, nagyon szeretem. Akkor figyelj, elmondjuk a kedvenc versünket. Mi találtuk ki? A fókáról, a bolondos kalaposról, meg a csigáról szól. Ez a vers csupán 26 szakaszból áll. Ilyen hosszú? Nem, tudunk hosszabbat is. A nap a tengerre szállt, ráküldte minden sugarát. Ez annál furcsább volt, mert éppen éjfél volt. A hold bosszúsan nézte, mert ő ugyan úgy vélte, hogy a napnak pihenni is kell. Nem foglalhatja a hold helyét el. Ez annál furcsább köszönöm, volt. Köszönöm. Igen, szép vers. A többit majd legközelebb mondjátok el. Hát mi nem szóltunk a fókáról. Sem a kalaposról. Majd legközelebb. Te most jut eszembe, hogy te loptad el. Az Hüdli. Én kereplő volt. Én nem loptam el. Itt a kereplőtök, és csend legyen, mert hívom a varjút, a nagy fekete varjút. Úgy tudom, féltek tőle. Jaj. Jól megijesztettem őket. Nem bírom a veszekedést. Most aztán bementek az ikerházba. Hát itt vagy, gyalog. Kerestél, felség? Nem tudom eligazítani a fátlamat, pedig már 2 óra hosszat öltözködöm. Nincsenek udvarhölgyei? Sokba kerülne. 2 pénz 1 hétre. És hozzád, Jem? De téged felfogadlak. Ezentúl nem csak a gyalogom leszel, hanem az udvarhölgyem is. Igen, sajnálom, de nem szeretem a Jemmet. Az általam készített Jem igen finom. De különben nem igen lesz alkalmad megkóstolni. A szabály így szól. Jemet eszünk tegnap és holnap, sohasem ma. Ez igen zavarosan hangzik. Csupán annak, aki mindig visszafelé él. Nem értem. Kérlek, mondj valami példát, akkor jobban megértelek. Például, mire emlékszel a legszívesebben? Ó, sok mindenre, ami 2 hét múlva történik. Például a futár büntetést kap. 2 hét múlva? Kellemes, ha csupán arra emlékszel, ami 2 hét múlva történik. Ugyanis a futár akkor börtönben lesz. De hát ez előre gondolkodás. Ne kotyogj mindig közbe. Miért záratod börtönbe a futárt? Büntetésből. Voltál már büntetve, kislány? Sajnos többször. Mindig olyankor, ha valami helytelent követtem el. Ezért büntetjük majd a futárt. Honnan tudhatod? Hiszen még 2 hét van hátra. Ez az előnye a visszafelé gondolkodásnak. Már megint összetéveszti a dolgokat. De hol van? Az imént még itt állt. Most meg nincs sehol, és én... Különös. Egy boltpultja előtt állok. A pult mögött a kecske anyu orrán a szemüveg. Miként a vonatban. És kötöget. Mit bámulsz? Nem láttál még életedben boltot? Nem bámulok, csak csodálkozom. Az imént még az ikrek háza előtt voltam, most meg itt vagyok. Ehhez semmi közöm. Nem emlékszel rám, kecske anyó. A vonatban találkoztunk. Akkor is szemüveg volt az orrodon, és kötögettél. Én mindig kötögetek. Vásárolni kívánsz valamit? Mit óhajtasz? Ha megengednéd, először körülnézek. Csak óvatosan. Ne érints meg semmit, mert amit megfogsz, elszáll. Mindig csak előre néz. Hátul úgy sincs szemed. Jaj, elszállt! Figyelmeztettelek! Azért szállnak, nehogy ellopja valaki az árumat. Állítsd meg a lábasokat, repülnek! A tányérok is! Mindenki repül a boltból! Ne törődj vele! De végül is mit akarsz vásárolni? Talán... Tojást a kismacskámnak. Mennyibe kerül egy tojás? Ha csupán egyet akarsz, az 5 pénz. Ha 2 veszel, az 1 pénz. No hát, 2 olcsóbb, mint 1. Természetesen. 2 nehezebb elvinni, mint 1. Akkor azt az 1 kérem. Azt a nagyobbat. Köszönöm. Ó, kiugrott a kezemből. Milyen sebesen gurul. Hé, tojás, állj meg! Nem tudom utolérni. Lába nőtt, feje nőtt. Most meg felmászik a kőkerítésre. Mit csodálkozol, kislány? Azt hitted, tojás vagyok? Annak néztelek. Mindez csupán látszat. Te bújtam a tojásba. Gyere, ülj ide mellém. Nagyon magas az a kőkerítés, még leesel. Az nem baj, sőt. Nem értem, de már nem is csodálkozom. Mi a neved, tojás emberke? Humpty Dumpty. Most meg miért sírsz? Hiszen nem bántott senki. Mindjárt megtudod, ha jól figyelsz.
Humpty Dumpty ült a falon, kényelmesen ült ő nagyon, de a nagy baj megesett, Humpty Dumpty leesett. Hiába a király lova, hiába a sok katona, Humpty Dumptyt nem tudták ők összerakni, soha, soha. Soha. Ne sírj, nem estél le, nem törtél össze, semmi okod a sírásra. De leesettem volna. De összetörhettem volna. Ha ettől félsz, ugorj le, megfoglak. Itt kell ülnöm, ez a parancs, és le kell esnem. Ez is parancs. Ezt végképp nem értem. Azért nem érted, mert nem vagy elég éves. 7,5 éves vagyok, ez sok év. És most mondd meg, miért kellene leesned a falról? A király azt ígérte, hogy ha leesem és összetöröm magam, elküldi a katonáit, hogy összerakjanak, és... Most hiába jönnek. Örül majd, hogy nem törted össze magad. Nem érted? Saját szájával ígérte meg, és azt is, hogy mindezt beírják majd a történelembe, és most nem leszek benne a történelemben. Fontos, hogy semmi bajod nem történt. Gloria. Most meg miért mondod azt, hogy Gloria? Nagy a szókincsem. Szeretek különleges kifejezéseket használni. Ez hozzátartozik a műveltséghez. Remek vitatárgyát képezi. Nem értem. Miért kellene ezen vitatkozni? Ha valaki jól beszéli az anyanyelvét, annak nem kell idegen kifejezéseket használni. Különösen olyanokat, amelyeket nem is ért. Ha mondok valamit, az azt jelenti, amit én gondolok. Egy kifejezés csupán azt jelentheti, ami az értelme. Például, szerinted mit jelent az, hogy áthatolhatatlan? Nem lehet rajta áthatolni. Szerintem áthatolhatatlan azt is jelentetni, hogy elég volt a beszédből. Úgy látom, még sokat, igen sokat kell tanulnod. Figyelj és okulj. Bényezett az fényezett, a fűszál az csúszál, forgás-borgás, cicom a cucc, bohókás-bohózat hup. Örvény a törvény, szörvény, pillanatnyi bőrgény. Némelyik szónak van értelme, de általában, amit mondtál, halandzsa. Ugyan, rögtön megmagyarázom. Bényezett az fényezett, a fűszál az csúszál. Elég, mindezt már elmondtad. Különben is mennem kell. Pedig még sok-sok mondani valóm lenne. Szeretek új szavakat képezni. Ez műveltségre van. A nővérem azt mondaná, ez a nyelvészek dolga. Igaza van a nővérednek. És most még hallgasd meg új szavaimat, vagyis szómagyarázatomat. Suhan az azt is jelenthetné, hogy sukkan. Mokkan az nyekkent is jelenthet. Ebből elegem volt. A nővérem azt mondta, hogy minden szónak megvan a maga jelentése, és így tanultam az iskolában is. Hallod, kislány? Jönnek! Lovasok jönnek. A király lovasai. Jönnek, hogy összerakjanak, és én még nem is estem le, és nem törtem darabokra. Örülni fognak, hogy éppen találnak. Különben is kellemesen elbeszélgettünk. Habár sok mindent nem értettem, amit mondtál. El kell tűnnöm, mielőtt észrevennének. Minden jót, kislány! Hát ez a kis buta tojás emberke valóban eltűnt. A lovasok már itt is vannak. Amint jöttek, úgy el is mentek. Talán nem is Humpty Dumptyt keresték. De itt jön a sok király. Kislány? Nem láttad a lovasainkat? Láttam. Nagy dirrel durral jöttek és elvágtak. Dirrel durral. Ez tetszik nekünk. Pedig nem is Humpty Dumptytól hallottam. Mi dolgod neked Humpty Dumptyval? Ültünk a falon és beszélgettünk. Előzőleg azt hittem, hogy tojás, amit a kecske anyótól vettem, de kiszaladt a kezemből és átváltozott tojás emberkévé. Nagyon mulatságos volt. Ne beszélj össze-vissza. Összetörte magát? Szerencsére semmi baja sem történt. Hallatlan. Örülj, hogy nem törte össze magát, és így a katonáidnak nem kellett őt összerakni. Azt állítod, hogy lovasaink nem teljesítették a parancsainkat? Nem kellett teljesíteni, hiszen nem törte össze magát. Unjuk ezt az ismételgetést. Futár! Itt vagyok! Parancsolj velem, felség! A gyalog azt állítja, hogy lovasaink nem rakták össze Humpty Dumptyt. Nem készítettem feljegyzést, mert az uzsonna a zsákban van, és azt kellett fognom. Máskor tedd le! És mindenről készíts feljegyzést. Igenis, felség. Gyalog, vedd el a futártól az elemózsiás zsákot, és szolgáld fel az uzsonnát. Éhesek vagyunk. Úgy emlékszem, finom szilvás tortát csomagolt a szakács. Felség, az a véleményem, hogy a futár útközben megette a tortát, és a zsákot megtöltötte szénával.
A zsákban ugyanis széna van. Tor, ta. Add ide, nekem jó lesz. Már megint a kecske anyu. Leült és kötöget. Orrán a szemüveg, mintha el sem ment volna. Mit motyogsz, gyalog? Nem értem, miként került ide a kecske anyu. Sajnálom, hogy nem jól lát. Én jól látok, te azonban igen gyanúsan viselkedsz. Rágalmazza a kecskét? Nem hozzád szóltam, és nem rágalmaztam a kecskét. Azt hiszem, titokban ő a fekete sakkirálynő. Titok? Nagy titok? Hallottam mindent, amit mondtál. Igen jók a hátsó füleim. Ostobaság! Nincs is hátsó füle. Me? Mindenkinek csupán két füle van. Me? Hát itt vagy, gyalog. Már mindenfelé kerestünk. Újból átváltozott. Nem motyog, folyton gyalog. Vedd elő végre a tortát, és szeleteld fel. Hű, átváltozott a széna is. Valóban torta. Szeleteld fel, és kínáld meg a vendégeinket. Felség, nincsenek vendégeink. Rajtunk kívül nincs itt senki. Már megint vitatkozol. Nézz szét, és hord körül a tortát. Jaj, valóban igaza van. Nem is láttam, amikor megérkeztek. Ez megint valami torpisság. Én a legnagyobb szeletet kérem. Mint régi ismerősnek, nekem add a legnagyobbat. Meg nekem? Ikreknek egyforma jár. Sajnálom, hogy a szénából torta lett. Azért csak kóstold meg, Őzike. Tessék. Én is kérek a legnagyobb szeletet, kislány. Én a bolondos kalapos vagyok, kérek egy szép szeletet. Oh, hol hagytad a papírcsákódat? Összetévesztesz valakivel, kislány. Tedd elém a tálat! Nagyon éhes vagyok! A legnagyobb szelet nekem jár, az állatok királyának! Hé, hey, oroszlán! Én jelentkeztem először! Ne veszekedjetek! Jut mindenkinek! Gyalog, igyekezz! Vendégeink éhesek! Igen, felség! Gyalog, már többször figyelmeztettünk, csak egyenesen járhat. Ha körbe kell hordanom a tortát, nem járhatok egyenesen. Ostoba, az egyenes lépés kötelező a gyalog számára. Ez a szabály. Igen, finom a torta, kérek még egy szeletet, kislány. Hol kislánynak neveznek, hol gyalognak? Ez a torta is igen furcsa. Bármennyit is vesznek belőle, egyben marad. Mert megint motyogsz. Azon csodálkozom, felség, hogy a torta nem fogy. Így van, rendjén. Kifogyhatatlan torta. Éljen a torták tortája! A kifogyhatatlan torta! Már eleget ettetek. Versmondás következik. Az én versem lesz a legjobb 118 szakaszból áll. Én rengeteg verset ismerek. Mi még többet? A bolondos kalapos jelentkezett először, ő kezdje a versmondást. 118 szakasz! Sohasem jutunk a végére. A gyalog az orrát fintorgatja. Ez a viselkedése cseppet sem tetszik. Leüssem, adj parancsot és leütöm. Én nem fintorgattam az orromat. Tudd meg, hogy szeretem a verseket. Jutalmat is kaptam az iskolában versmondásért. De 118 szakasz az igen sok. Ha mind meghallgatnám, soha nem jutnék haza. Ma a kedvenc ételemet készítik ebédre. Én a leütés ellen szavazok. Én is. Mi is. Nem mondtuk, hogy szavazni fogunk. Nem. Akkor leüthetem a gyalogot. Nem is, nem. Fekete futár nem üthet le egy fekete gyalogot, csupán fehéret. Hát ki állította, hogy fekete gyalog vagy? Nézd végig magadon. Fehér gyaloggá változtál. Nem tudtad? Milyen a ruhád? Fehér. Így, mivel ellenfél vagy, ha kiadom a parancsot, a futárunk leüthet. A menekű! Megvédelek! Csak hogy megmenekültem. Köszönöm, kedves oroszlán. Köszönöm, hogy megmentettél. Hát nem ismertél rám. Ugye jól elváltoztattam magam. Oroszlán képében vigyáztam rád. Tudom, hogy könnyelmű vagy, néha sokat beszélsz. Ügyelnem kell rád. Ó, Dina, csak hogy újból velem vagy. Kicsit szundikáltam az erdő szélén, aztán elindultam, hogy megkeresselek. Tudtam, hogy nélkülem bajba keveredhetsz. Mikor a futár megfenyegetett, azt kívántam, legyek oroszlán. Az lettem. Jobb, ha újból Dina vagy. Néha jó, ha másnak látnak, mint ami vagy. Gazdám! Megint valami uncutság történt! Nyúlj a fejedhez! Oh, valami megszúrta az ujjam. Mi
van a fejemen? Nyáó, vedd le. Óvatosan. Korona. Királyi korona. Éljen, már nem vagyok gyalog. Fehér sakk királynő lettem. Most már csupán a palota hiányzik a koronához. Az bizony jó lenne. Fordulj meg! Arra! Arra! Palota nőtt ki a földből. Gyere, menjünk közelebb. Az ajtó felett felirat. Olvasd el, kisgazdám. Alice királynő. Alice királynő palotája. Éljen! Éljen! Nyáha, mit tétovázol? Nyisd ki az ajtót! Nem tudom kinyitni. Be van zárva. Ne légy már olyan tehetetlen. Csönges! Nincs csengő. Akkor nincs más hátra. Dörömböljünk erősebben. Nyáha. Csendesebben alszanak. Ez az én palotám. Ki alszik a palotámban? Sokáig vártak rád, elaludtak. Kirogon alszanak az én palotámban, és kik azok, akik vártak rám? Ez a sakk palota. Itt kell aludniuk a legközelebbi játszmáig. Kivelük bárkik is legyenek. Akkor beszélj, ha kérdeznek. Akkor kell beszélnie, ha van mondani valója. Csupán akkor, ha mozgásban van. Ostobaság, mi köze a mozgásnak a beszédhez? Az beszél, akinek mondani valója van. Ha mindenki. Ki csupán akkor beszélne, amikor mondani valója van. Csend lenne az egész világon. Bújjatok be! Nézd, Dina! A fekete király és királynő egymásra borulva alszanak. Egy hely van mellettük. Én is igen álmos lettem. A szundikálás sose árt. Én is melléjük fekszem, nyá! Ébredjetek! Ébredj, gyalog! Mi az? Hol vagyok? Miért alszom itt mellettetek? Nyilván álmos voltál. Különben miért viselsz királyi koronát? Hát nem látod? Én is sakk királynő lettem. Fehér sakk királynő. Most aztán valóban megküzdhetünk egymással. Rendben van. De mielőtt megküzdenénk veled, vizsgáztatnunk kell. Tudsz-e összeadni? Természetesen. Hát kivonni? Azt is tudok. De ez nem tartozik a játékhoz. Már megint kezdi. Inkább figyelj. Mennyi marad, ha 9-ből elveszünk egyet? Ugyanannyi, mintha 7-hez hozzátennénk egyet. Nem ezt kérdeztük? Kérdeznék mást. Tudsz-e szorozni, mert kivonni nem tudsz. Azt már látjuk. A kérdésünk, meg tudnál-e szorozni egy kenyeret késsel? Egészen összezavartatok. Ez nem szorzás, hanem valamiféle találós kérdés. Nálunk ezt nevezik szorzásnak. Mi a felelet? Nem tudom. Ha egy kenyeret megszorzunk késsel, vajas kenyér lesz. Az én kérdésem, és ez kivonás, jegyezd jól meg. Ha a kutyától elvesszük a csontot, mi marad? Visszaveszi tőlem, elrágcsálja vagy elássa, így semmi sem marad. Nem így van, a haragja megmarad. Vegyünk hasznosabb dolgokat. Hogyan készül a kenyér? A lisztet beletesszük a dagasztóedénybe, aztán élesztőt keleszünk. Várj, az elején kezd. Hol szeded a lisztet? A lisztet nem szedjük. A lisztet a malomban őrlik gabonából. Hány holdon őrlik? Pontosan fele, így meg tudjuk, valóban királynő vagy-e. Azt is tudnunk kell, beszélsz-e franciául. Fordítsd le, amit mondunk. Fidledi, fidledudá. Nem sokat tudok franciául, de azt biztosan tudom, hogy ezek nem francia szavak. Már megint vitatkozol. Feladok még egy utolsó kérdést. Mennyivel melegebb 5 nyári nap, mint egy? Mennyivel hidegebb 5 téli nap, mint egy? Ezek ostoba kérdések. Ezekre nem tudok válaszolni. Úgy? Ezért meglakolsz. Később itt vannak valamennyien a versmondó órára jöttek. Így a büntetés későbbre marad. Itt vagyunk, megjöttünk. Hogy vagytok? Én is bejöttem a bolondos kalapos. Mennyire örülök, hogy újból találkoztunk, kislány. Csend!
Először a versmondás következik. Kinek a verse a soros? Az enyém, mert az a leghosszabb. Elosztjuk. Hány szakasz jut rám? És rám? Rengeteg szakasz kérek. Én is. Szeretünk szavazni. Én megelégszem 20 szakasszal. Én átadom, ami rám jutna. Inkább hallgatlak benneteket. Nem szeretek szerepelni. Mielőtt belekezdenénk a gyönyörű és végtelen hosszú versmondásba, a következőt ajánlanánk. Amennyiben ez a kislány nem ragaszkodik ahhoz az ostoba gondolathoz, hogy ő most fehér sakkirálynő, ihatunk az egészségére. Felség, leüssem. Majd az ünnepség után most egy cseppet sem törődünk vele. Igazságtalanság. Csendben, kis gazdám. Ne vitatkozz velem, nyár. Kezdhetjük. Töltsük meg a poharunkat piros tintás borral. Töltsük meg a poharakat e finom itállal. Keverd a homokot gyapjúval és porral. Íz nélküli finom tintás vörös borral. Így köszöntjük őt nagy-nagy szeretettel, Alice-t, a fehér sakkirálynőt. Köszönöm, köszönöm, barátaim. Elég. Már megmondtuk, hogy ő nem más, mint a fekete gyalog. Jó, akkor megyünk. Minden jót, kislány. Vigyázz magadra. Viszontlátásra. Ne menjetek el. Jaj, ne menjetek el. Késő. A te hibád, hogy nem mondhattuk el a szép és végtelen verset. Most végre leüthetem, felség. Din, hol vagy? Segíts. Nyááááá. Az asztalon vannak a saktáblán. Fogd meg az abrosz egyik végét, én fogom a másikat, rázzuk le őket. Nyááááá. Ilyen potyognak. Dina, mi történt? Nyááááá. Milyen furcsa. Minden ugyanúgy van, mint az előtt. Mielőtt Dinával átbújtunk volna a tükrön. Mielőtt a tükör fágyollá változott. A sok tábla az asztalon. Rendben ott állnak rajta, szemben egymással a fehér és a fekete sakkfigurák. Dina is hallgat. Ide bújik a lábamhoz és dorombol. Talán majd egyszer, talán majd nem sokára, újból tűlfüggönnyé változik a tükör fényes, kemény lapja, és mi ketten átbújhatunk rajta. Akkor bármi is történjék, megküzdök velük. Megküzdök a fekete sakkirálynővel, és én a fehér sakkirálynő leütöm a fekete futárt. De addig... Figyelsz, Dina? Addig alaposan meg kell ismernem a sakjáték szabályait, hogy valóban győzhessek ellenük.